A közgyűlés szünetében tartott sajtótájékoztatón a média képviselői összefoglalót kaptak a 9,6 milliárd forintos állami beruházásról. A stadionra az állam ad pénzt, eredetileg 9 milliárdba került volna, de a beruházás folyamatosan drágult, most 13,7 milliárdnál tart. Puskás Tivadar polgármester köszöntőjével kezdődött meg a Hladás vérse új, több mint 15 milliárd forintból megvalósult sportkomplexumának átadási ünnepsége. Na, pénz és egy kis foci. Sziasztok, én Nagy Donát vagyok, ez pedig az XYZ Szombathely, a Momentum helyi vlogja. Először is tisztázzunk valamit. A személyes körömből is sokszor hallom, hogy... De hiszen ti sportellenesek vagytok. Sportellenes. Elveszik a munkát! Bár a kormány ezt szereti másképpen reklámozni, a Momentum az olimpia kampányban sem az olimpia rendezése ellen, hanem a népszavazás mellett kampányolt. És ez egyáltalán nem mindegy. A sport minden közösség számára fontos, kezdve a gyerekkori versengéstől, a felnőttek testedzésén át, az időskori egészség megőrzéséig. Emellett a versenysportok is remek szórakozást nyújtanak, és példakét szolgálnak előttünk. Egy új találkozási lehetőséget jelent egymással, és az egészséges életmódot jelentő sporttal. A sport az ifjúság nevelésének semmi mással nem pótolható eszköze. A rendszeres sportolás révén tanulnak meg egymással együttműködni, a szabályokat betartani, örülni a győzelemnek és elviselni a vereséget. Ezzel mi is egyet tudunk érteni. Amivel viszont nem, hogy felfoghatatlanul sok pénzt öntenek néhány dedikált sportágba. A kormány az utóbbi években több stadion rekonstrukciójáról is döntött. 12 milliárd forintot költenek a debreceni stadion átalakítására. 12 milliárdból épül újjá a Fradi pálya, Diósgyőr 3 milliárdot, Mezőkövest pedig 400 milliót kapott a stadion felújításra. A Puskás stadion felújítása pedig várhatóan 35 milliárd forintba kerül. Az ugye megvan, hogy a milliárd a millió ezerszerese? A Haladás stadion jelenleg ismert összköltsége nagyjából 15 milliárd forint. Ebből a pénzből a megyei kórház 10 évi működését fedezhetnénk, vagy ahogy a korábbi epizódban említettem, a vasi utakat is 14 évig lehetne karbantartani. Ha érdekel, kattints a kártyára. Persze van, aki szerint minél több a stadion, annál kevesebb a beteg. Hende Csaba, Szombathely egyéni országgyűlési képviselője szerint érdemes ennyi pénzt költeni a sportolókat és a szurkolókat kiszolgáló létesítményekre. Éppen lélegeztetőgépeket is lehetne vásárolni belőle, ki lehet számítani, hogy ez hány darab lélegeztetőgép, de azt is ki kéne egyszer valakinek számolni, hogy a sport célú beruházások, azok vajon milyen egészségmegőrző hatással járnak, milyen betegség megelőző hatásuk van, hogy mennyivel kevesebb lélegeztetőgépet kell majd venni. Oké, ide igazából valami vicceset terveztem beszúrni, de szerintem ez elég rémisztő gondolatmenet volt. A mindennapi testmozgás nyilvánvalóan pozitív hatással van az egészségre, de az egészségmegőrzés nem ott kezdődik, hogy ezer milliókat szórunk el futballstadionokra. Ettől a kórházi betegellátás nem lesz jobb, a várólisták nem lesznek rövidebbek, és a szakképzett orvosok sem fognak itthon maradni. De a Fidesz úgy gondolja, előbb a sport, és majd sokadjára, ha egyáltalán, az egészségügy vagy az oktatás. A stadionunk csak épült és épült, el viszont nem készült időben. Persze az átadás időpontjának csúszása miatt a kivitelezőnek kötvért kell fizetnie. Vagyis egy másik országban ez valóban így történne. Ha késik az átadás, a kivitelezőnek naponta 50 millió forint kötbért kell fizetnie. Ennek összegét azonban a szerződésben maximálták, így legfeljebb 1,5 milliárd forint lehet a kártérítés. A beruházást a Haladás Sportkomplexum fejlesztő non-profit Kft. Irányítja. Az önkormányzati cég vezetője saját hatáskörben döntött a beruházás meghosszabbításáról. Az MSZP szerint ezt csak a közgyűlés jóváhagyásával tehette volna. Rendkívüli ülést kezdeményeztek, de erre a fideszes képviselők nem mentek el. Az ellenzék szerint a halasztással a cégvezető önhatalmulag lemondott 1,5 milliárd forint kötbérről is. 1,5 milliárd forint? Ez azt jelenti, hogy minden szombathelyi lakos lemondott 20 ezer forintról. A városvezetés persze gyorsan megnyugtatott minden szombathelyit, hogy ez nem a mi pénzünk lenne. Szóval most jól figyeljen minden szegedi, pécsi vagy kecskeméti adófizető nézőnk. A kötbér nem a várost illetné, hiszen szerencsére a város ebben
egy fillér nem adott. Aha, szóval az a pénz, amit az állam ad, az csak úgy van. Az eredetileg nyára tervezett átadás helyett novemberre csak elkészült a stadion. Így azonnal használatba is vehették a sportolók. Vagy nem? Egy héttel az átadás után még mindig üres a Szombathelyi stadion és a hozzá kapcsolódó sportkomplexum. Eredetileg 9 milliárd forintból épült volna, de végül 15 milliárdba került. Most mégsem használhatják a sportolók, mert nem találnak hozzá üzemeltető céget. A sportegyesület vezetője a sportolóknak, főleg a gyerekeknek levelet írtak, amelyben azt kérik, hogy sportoljanak, ahogy tudnak. Átadás után nem sokkal azonban levelet kaptak a szakosztályvezetők, hogy a sportolók a garanciális javítások miatt egyelőre mégsem használhatják. Erre máig adtak határidőt a kivitelezőnek, a sportkomplexum azonban továbbra is üres. A Szombathelyi önkormányzat időközben ideiglenesen az egyik saját cégét bízta meg az üzemeltetéssel. A Kft. Most olyan magas béleti díjat kér a szakosztályoktól, amit azok nem tudnak kifizetni. Tehát csináltak egy sok milliárdos stadiont, de azzal már nem számoltak, hogy ezt mennyi lesz fenntartani. Ez persze nem példa nélküli. Az elmúlt időszakban számtalan esetet látni a világban is, Magyarországon is, hogy a produktum ugyan elkészül, de a jövőbeni hasznosításáról már senki sem gondoskodik. Erre tökéletes példa a foci VB után fél évvel kifosztott stadionok Brazíliában, vagy az újkori görög romoknak hívott egykori olimpiai helyszínek. A mi városunkban vajon mi lesz a helyzet? Az aggódókat szeretném megnyugtatni, Szombathely városát nem fogja agyonnyomni ez a teher, mert ez nem teher, ez nem átok, hanem áldás. Egyes becslések szerint a Haladás sportkomplexum üzemeltetése évente akár 500 millió forintba is kerülhet. A Szombathelyi önkormányzat erre a jövő évi költségvetésből 145 milliót különített el, ám ezt legkorábban januárban tudja kifizetni az üzemeltetőnek, így az is előfordulhat, hogy idén már egyetlen szakosztály sem költözhet be az új stadionba. Egyébként ennyi erővel, ha teszem azt, én lennék a miniszterelnök, én meg Disneylandeket építenék, mert nekem meg azt tetszik. Komolyra fordítva a szót, a jelenlegi politikusok egyszerűen nem veszik tudomásul, hogy a közpénz nem az övék, a felett nem dönthetnek, rendelkezhetnek szabadon, legyen bármi is a hobbiuk. Mi a Momentumban hiszünk abban, hogy egy új politikai generáció, ami nem működött együtt sem az előző rendszer, sem az elmúlt évtizedek elnyomóival felelősségteljesen a közérdekeit szem előtt tartva használja fel mind az uniós, mind a hazai pénzforrásokat. A sportot valóban az egészség megőrzés miatt tartjuk fontosnak, és ahelyett, hogy milliárdos stadionokat építünk, inkább megteremtjük a lehetőségét annak, hogy orvosi ajánlásra kedvezményesen sportolhassatok. Hiszen mi tudjuk, hogy a közpénz tőletek van, az nem egy ajándék, hanem kemény munkátok gyümölcse. Puskás Tivadar megköszönte a kormánynak és a kivitelezőknek, hogy felépülhetett a stadion. Szerinte ajándékot kapott a város, mert jól viselkedett. Az, hogy ilyen ajándékot kap valaki, ahhoz nyilvánvalóan rendesen kell viselkedni. Ez így karácsony tájékán minden gyerek tudja, hogy rendesen kell viselkedni, mert Jézuska akkor rendesen sok ajándékot hoz. És ha ti kapnátok a Jézuskától 15 milliárdot, mire költenétek? Írjátok meg kommentben, szerintetek hol lenne a legjobb helye a pénznek. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, ne felejtjetek lájkolni, mi pedig találkozzunk a jövő hónapban is. Sziasztok!